Ezek a felvételek idén augusztusban készültek, a már beérett dohány sok mindent átélt addigra, késő tavasszal a szájos idő volt, július elején pedig jégeső pusztított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nem volt túl sikeres ez az év. Mi kaptunk július 9-én egy elég nagymértékű jégverést, ez a bizonyos szupercella csapott le hozzánk. Ez elvitte a termésnek a 30%-át. Egyébként egy jó átlagos, vagy talán jobb termés mennyiségű és minőségű év lett volna ez az idei év. Az ULT Magyarország ZRT idén megszüntette nyíregyházi fermentálójának működését, tehát a dohány feldolgozását már nem itt végzik. Ennek ellenére a nyíregyházi cég változatlanul megtartja a piaci jelenlétét. Mintegy 3500 tonna Virginia dohányra kötöttünk szerződést az idei évbe, és 1000 tonna bőli dohányra. Ezt a volument szeretnénk 2017-ben is leszerződni a termelőinkkel. A termelők oldaláról nagy változás nem volt. Gyakorlatilag ugyanazon a telephelyen vásárolunk fel, ahol eddig is ezt a tevékenységünket folytattuk, és ugyanazzal a termelőcsoporttal és annak a kollégáival folytatjuk a termeltetési tevékenységünket, és 2017-ben is ezt meg fogjuk tartani. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének Mária Pucsi rendezvényén elhangzott, az ULT-s feldolgozás Olaszországban zajlik, már több kamionnyi dohányt szállítottak a déli országba. Egy másik felvásárló cég, a Dofer azonban bővített, több gazda is átjelentkezett hozzájuk, ezért az eddigi Mária Pucsi telepük kicsinek bizonyult, Nyíregyházán nyitottak egy nagyobb központot, ott vásárolják fel a dohányt. Attól függ a dohány átlagára, hogy az adott termelő mennyi dohányt ad le, és milyen minőségben. Még nem tartunk a felvásárlás végén, tehát nem tudom megmondani azt, hogy a felárak mértéke mennyi lesz adott termelőknél. Sajnos a jégvihar miatt, a kiesés miatt a termés mennyisége, tehát amit vártunk, nem 1800 kg per hektár lesz, hanem csak 1400 kg per hektár, ami azt jelenti, hogy a felár mértéke nem lesz olyan magas, mint amit vártunk. A Virginia felvásárlása még tart, a Burley pedig évvégén kezdődik.